tehetséggondozás és mentorálás céljából hirdetett új pályázatot a Petőfi Kulturális Ügynökség, ez pedig a Nagy Lemez program. Emellett pedig egy 10 nagyvárost érintő Petőfi adventi karaván is elindul majd. Vendégem a témában Dénes Adél, Vági Tamás és Szepesi Zsolt. Sziasztok, jó estét! Hello! Megyük szépen akkor sorra, és szerintem így a beszélgetésünk eleje akkor lehetne azonnal egy felhívás. Pontosan miről szól ez a Nagy Lemez program, és kiknek a jelentkezését várjátok? Végre egy olyan új program indult Magyarországon, amilyen tudomásunk szerint még nem volt. Ugye a hangfoglaló programnak van az induló előadós pályázata, ami egy olyan mentorációs program, ahol tulajdonképpen zeneipari szakemberek szegődnek zenekarok mellé, és megpróbálják segíteni az útjukat, tehát hogy nem csak az történik, hogy kapnak egy bizonyos összeget, amivel a karrierjüket beindíthatják, hanem mellettük van egy szakember, aki segít nekik ezt jól elkölteni. Na, mi tulajdonképpen ezt fejlesztettük tovább, és még csak nem is kapják a kezükbe azt a pénzt, amit nem annyira tudnának még okosan elkölteni, hanem kapnak egy komoly producert maguk mellé, és az egész program, egyéves programnak a végcélja az az lesz, hogy történik egy olyan lemez, egy olyan hanganyag, ami az előadó stílusára egy tökéletesen rászabott zenei koncepció szerint megvalósul, és egy kész teljes anyaggal fog kimenni az éterbe, amivel tényleges sikereket elérhet. Ebben a programban rendkívül fontos a producerek szerepe, esetleg egy-két nevet megemlíthettek már, hogy kik lesznek azok, akik mondjuk a győztessel vagy a győztesekkel együtt dolgozhatnak, és ők milyen stíluson belül mozognak? A producerek kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy minél szélesebb spektrumot fedjünk le a magyar zenéparban, ezért megtalálható olyan kifejezetten populáris producerek is, mint például Gerendás Dániel, Mankinek vagy Somogyvári Dániel. Ők ugye a mainstream vonalat fogják lefedni, de megtalálható a producerek között a metal szférát erősítő producerek is, mint például Simon István, Kis József vagy Vári Gábor. Tamás, hány győztese lehet ennek a pályázatnak, és milyen pontosan az elbírálás menete, mire kell készülni a résztvevőknek? Zsolt. A győztes pontosan 20 darab előadó lesz, tehát 20 darab lemez fog készülni egy év múlva, és ezt a 20 lemezt fogják ezek a producerek egy éven keresztül végigkísérni. És azt Adél már említetted, hogy ugye segíteni is fogtok a győzteseknek, akkor ugye 20 győztes van, 20 lemez. Pontosan ez a segítség, ez miben nyilvánul meg, mert így nagyon óvatosan érintettük a témát, ugye lemezt készíteni nem egyszerű, de azért, ha már van egy jó producer és egy ilyen csapat van valaki mögött, akkor mi az, amit még hozzá tudtok ehhez tenni? Egy nagyon fontos rész itt szerintem a zenei arculattervezés, amit a Zsolt majd kifej, csak így általánosan mondom el a véleményemet arról, hogy ugye léteznek nagyon tehetséges előadók itt ma Magyarországon, jók egy bizonyos stílusban, jártasak, van egy ízlésük, szeretnének valamit elérni, de ugye az, hogy mi az, ami sikeres lesz, és mi az, ami tényleg befutó, az már egy egészen más témakör, amihez kezdőként nem is elvárás érteni. Igen. Ehhez kellenek azok a szakemberek, akik rád néznek, és megmondják neked, hogy mi az, amiben te tényleg jó vagy, és mi az, ami ebből működni is fog. Hol lehet a Nagy Lemez programra, és meddig lehet jelentkezni? Azt még gyorsan mondjuk el, hogyha valaki most hirtelen szeretne. A kultúra.hu-n lehet jelentkezni, és december 3-áig. Jó, akkor, hogyha valaki szeretne, akkor december 3-áig ez megteheti. Térjünk egy kicsit akkor az adventi karavára, ami 10 nagyvárost fog érinteni. Lehet tudni, hogy mely nagyvárosokról van szó? Tatabánya, Szombathely, Kaposvár, Békés Csaba, Nagykanizsa, és ez is már jó sok volt, egyébként nagyon meglepődtem. És Salgótarján. Ez volt eddig a legnehezebb kérdés. Milyen programokkal készültök a koncerten látogatóknak? Megpróbáltunk egy programcsomagot összeállítani minden helyszínre, hogy egy nagyon színes programot kapjunk a végeredményként. Egy megtalálható benne gyerek előadástól világzene, jazz és természetesen könnyűzene. Úgyhogy a fellépők között hát a nagy többséget elmondom, tehát Ferenci György és az első rackák, Igliszek, Tóth Vera, mindenféle jazz formáció. Váci Eszter, és nagyon nagy örömünkre elfogadta a meghívást a Kaláka, akik egy nagyon szép betlemű műsorral örvendeztetnek meg minket. Akkor ezt a karavánt majd ugye nevezhetjük ilyen guruló mobil színpadnak is. Miért pont ezt a 10 várost néztétek ki? Hogyan zajlottak az egyeztetések? Mindenki szereti a karácsony, mindenki szereti az adventi vásárokat, és én azt gondolom, hogy a városok akár versenyezhetnének is azért, hogy hozzájuk menjetek. Hát az volt a
a fő szempont, hogy minden fele menjünk, de mi az ország területét lefedjük, és próbáltunk olyan helyszíneket találni, ami igazán megfelelnek a úgynevezett guruló színpadnak, ennek a kamion színpadnak, ami egy ilyen nagyon futurisztikus, attraktív valami, ami egy ilyen hidraulikus elemekből áll, és akkor abból nyílik ki, és akkor lesz egy 40 négyzetméteres színpad, két LED fallal, nagyon komoly hangtechnikával, tehát minden megtalálta rajta, mint egy rendes színpadon, és a helyszíneket úgy választottuk, hogy ez egy 17 tonnás valami, tehát hogy oda tudjon menni. Szerencsére majd ugye a mi nézőink is láthatják mindezt, mert egy-két helyszínen mi is ott leszünk. A programokat már említetted, de minden helyszínen ellátogatnak ugyanazok a zenekarok, vagy azért ők cserélődnek, mert ha jól tudom, akkor 2-kor kezdődnek délután, vagy hát délután. Délután 1 óra fele kezdődnek, igen. És rendszerint mindenhol más előadók vannak, de vannak olyan előadók, akik többször ellátogatnak. Akkor ez egy nagyon szép adventi kis program lesz. Köszönjük szépen, illetve a nagy lemez programra akkor december 3-áig lehet jelentkezni az érdeklődőknek. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.